A monostori kulturális egylet nevében Tóth László köszöntötte a költészet és az irodalom iránt érdeklődő helyieket a Dózsa György Művelődési Házban április 8-án, amikor egy mozgalmas és tartalmas nap zárásaként költészetnapi ünnepi műsorokat vezette fel. Az egylet 20 éves fennállását ünnepli, rendezvény naptárába ezt a kulturális fesztivált is besorolta első alkalommal. Előzetesen meghirdetett rajzpályázatukra 114 gyermekalkotás érkezett, melyből kiállítást szerveztek a jeles nap tiszteletére. Arany János születésének 200. évfordulója volt az elképzelés, amit először is rajzpályázatba hirdettünk meg gyerekeknek, iskoláknak, óvodáknak, 100 fölötti pályázat érkezett. Nagyon sok óvoda iskola részt vett ebbe, aminek nagyon örülünk. Ebből az egy tizedét tudtuk díjazni, mert mindenki nem lehet első, de viszont ott minden iskolában, minden korosztályban hirdettünk első helyezést. Ez már a múlt héten elkezdődött ez a program, viszont a mai napon 8 órakor elindult egy általános iskolák számára iskolai vetélkedő, ugyancsak Arany János életéről és munkásságáról. 4 iskola jelentkezett, a Almás Fizitői, a Feszti, a Petőfi és a Dózsa György általános iskola. A délelőtt Arany János életművét boncolgató vetélkedővel vette kezdetét a helyi általános iskolások részvételével. A versenyt a Dózsa György általános iskola nyerte meg. Kora délután 3 korosztályban 20 szavaló versengett az Arany János szavaló versenyben. A kulturális fesztivál záró eseményén Cita János alpolgármester is szólt a jubiláló egylethez, akiknek gratulált színvonalas kezdeményezésük okán. Gratulálok ehhez a rendezvényhez, és szeretném azt kívánni, hogy a mostani gálaműsoron, ami ugye a költészet napjáról szól Koppánymonostoron, és egy jeles év van 2017-ben, hiszen Arany János 200 évvel ezelőtt született, és ebben a jubileumi évben nagyon jó dolog ez, hogyha egy ilyen kis település, egy kis városrészelés a kultúrát, a kultúra értékeit felemelítjük. A gála műsor első fellépői a legkisebbek voltak a Napsugár óvodából. Csak ezután jött a java. Költészet napi köszöntőt mondott Olá Kálmán, aki megfogalmazta, hogy a költészetet nem lehet megfogalmazni. De számára minden szöveg, mely életre kell, az a költészet, mert átemel bennünket egy olyan világba, amiben egy kicsit másképpen létezünk. Beszédét követően helyi rímparagók olvasták fel alkotásaikat és Arany János műveit. A fesztiválhoz a Jókai Morvárosi Könyvtár is csatlakozott egy rögtönzött, kihelyezett könyvtárral.